Csánépek! Indulás a csatába! Polákmentes szervezetet kívánok! Hoztam egy csatát, amivel bővítem a meglévő sorozatot, a Hogyan veszít Stop Tealből. A pálya Abby, a gépállat a Csoki 52 Lisz. Meg lehet nézni a Nasthornak a teljesítményét 10K csata után 4VN8. Meg az IS-2K csata, 1K csata, 8-as med, meg egyéb ilyen kis szar, és meg lehet nézni, hogy miért fogunk veszíteni. Ezért. Na, én bejöttem a középre, mert igazából ügybötetem nem volt. A tájpunkat mindjárt kicsinálja a T-50-2. Igazából ennyit tudtam belesegíteni neki, és nem nagyon maradt HP-ja a tájpunknak. Ő lett volna még az, aki tud valamit játszani ebbe a csapatba. Mindenki más, egy hülye fasz. Na, igen. Egy románban az természetesen engem lő, mert más nem tud, biztos csak én vagyok felszpotolva. De nagyon jó fog sikerülni, hogy nagy kalibert innen összelövöldözök. Ez nem egy kedvenc mappom, ez a Abby, mert igazából ez egy szarma. Cromwell is így előtt, nem tudom, engem spotolt ki, valószínű. Nem baj, majd még kap a Cromwell is a pofájára. Na jó, eddig nem tűnik olyan szarnak a helyzet. Jön az IS-2, mint a katár, kapott még egyet, nagyon jó. Anonimizált, mert az rendkívül fontos. Az biztos segít mindenkinek, hogy anonimizálja magát. Na, hát próbálom megvédeni a Csoki 53-at. Sajnos kevés sikerrel, mert mindjárt meg is döglik. Most meg el is rontottam a lövést. Valamiért a földbe lőttem, vagy nem tudom mit bombáztam el. Na jó. Most se sikerült, 4-1, 2 perc alatt, 5-1, nagyon jó, jó a csapat, gyerekek, ezt nevezem Wargamingnek, ez a játék Neonika, egy világszínvonalú cégnél 2020-ban gyerekek, 2020-at írunk, ezt mondjuk tős perccel szeptember végén veszem fel ezt a csatát, szerintem jön lesz olyan december, január, hogy az oda megy, de nem fog változtatni, higgyétek el semmi. Nagyszerű. Akkor innen már, még láttam én ezt a balhét, hogy ez ritka szarul fog sikerülni, innen már csak damás kivételre gyúrok, mert más nem tudok gyúrni. 8-2, 3 perc alatt. Nagyon jó. Ez nagy tehetség Wargaming részéről. A csapatokat mindig nem tudjuk balanszolni, nem tudjuk megérni a játékprogramot, nem tudunk matchmakinget csinálni, nincsen egyszerűen semmiféle normális szar, de az acélfal, meg mit tudom én, az ilyen ezek a kis faszopó szar modok, meg hogy hova lehet pingelgetni, vagy hova mehet a csapat, az rendkívül fontos, hogy lakosgatom mindenhova 3 meg 4 darab pöttyöt a mapra, hogy igen, ide akarok menni, de a játékra, amit a csapatbalanszolás, az nincs. Matchmaking balanszolás nincs, tudás alapú matchmaking nincs, és ez 2020 Wargaming. Egyszerűen idióta faszopó ruszki szemétdomb húgybanda az egész. Ennyi gyerekek, nem érdekel engem, kinek mi a véleménye. Leszarom, agyhalott, hülye faszopó Wargaming, semmihez nem ért. A saját játékához egy idióta büdös patkány. Ezen kéne egy kicsit módosítani, de nem. Hát azt nem lehet, mert akkor a mocskos polák bazd meg játszanak fajtájával, meg egyéb ilyen szarok. Mert ehhez ért igazából csak Wargaming, semmi máshoz. Hogyan húzza le a lóvét a népről, és nem ad érte semmit. Mert egy kretén szar. Ez neki a balanszolás. De mindenféle hülyeséget bele kell tenni. A csapatokat nem kell balanszolni, mert miért kellene? Na, ez volt az én kis megint masszak véleményem. 6 kill, 3350 damage. Csá népek!